Miért hoztak be, haver? Én csak ittasan vezettem. Reggelre szerintem késengednek. Nálad hogy áll a dolog? Nálam. Hát elég súlyos. Ali megkapta, eljön? Egyelőre még az öreg ügyvédjét sem engedik be. Ezzel, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelted. Eljön. Ne aggódj, Tefik. Ali, eljön. Én is remélem, de ha mégsem. Mert akár miközben jöhet, tudod... Kérj az embertől egy teát. A kocsi hátul van a parkolóban. És aztán mit csináljak? Húzzak el a Karib-szigetekre. Valamivel jobb, mint a börtön, nem? El fog jönni. Az az Ali, akit én ismerek. Nem hagy most cserben. De ha nem jön... Miután megtettem a vallomásomat, őt rögtön el is vitték. Csak hazudnom kellett. Azt mondani, hogy mindent ő tett. Pedig... őrületesen szerettem. Miért meséled ezt el nekem? Életfogytiglant kapott. Ő börtönbe ment, én meg a házasságkötőbe a legjobb barátjával. Évekkel később egyszer meglátogattam. A szégyentől szinte rá se tudtam nézni. De éreztem, hogy még ugyanúgy szeret. Aztán megszökött a börtönből, hogy bosszút álljon rajtunk. Már ezerként. A vuggon pillanatok alatt beleszeretett. Persze Bahárnál nem volt nehéz elérni. Ő olyan lány volt, aki mindenkit szeretett. De nem érdekelte. Ő engem akart. Pedig elárultam, börtönbe juttattam. Megszöktem a legjobb barátjával, elszakítottam a fiától. Tönkretettem az egész életét. Ő meg szeretett végig. Amíg te meg nem jelentél. Egy hétköznapi lány. Ezek után pont miattad mondana le rólam. Nem fog lemondani. Nem tud lemondani. Tegnap eljött hozzám. Nem is jött, szinte futva menekült a karjaimba. Megragadott, én odafordultam, és mikor elég! Elnézett... Elég! Felfogtam, hogy még mindig téged szeret. Hogy... hogy lehet ilyen a szerelem? Hogy tud szeretni egy olyan embert, aki ilyeneket tett vele? Nem szeret. Ránéztem. És már nem szeret. Csak nem tud elfelejteni. Feleségül akart venni, és boldogan élni velem. De aztán a dolog félbeszakadt. Azért nem tud elfelejteni. Mert én voltam az, akivel... annyi mindenről álmodott, és akivel közel is került az álmaihoz. De azok mégsem válhattak valóra. Mi tényleg boldogok lehettünk volna. Talán ismered ezt az érzést. Még a szerelemnél is erősebb.
ha valaki ragaszkodik a másikhoz. Mert én Ezelnek nem csak az első szerelme voltam, Bade. Az első csalódása is egyben. Ezért nem tud elfelejteni. De hát nem szeret. Jól ismerem azt a rendes pillantását. Olyan, mint most a tiéd. Még mindig nem értem, miért mondtad el. Mert Ezelnek nagyon nagy szüksége van rád. Szia, anyuka. Anya. Begyújtsam a káját. Nem kell. Éhes vagy? Menjünk át rajta még egyszer. Mit mondott egészen pontosan Csengiz? Azt mondta, előbb kezet fogunk. Ha az öreg az egész végén kezet fog Eir el, Eir úgy értelmezi, hogy lezárta az ügyet. És itt lépsz be te a képbe. Szépen elcsalom onnan Eirt. Jól van, nem most bratyizzatok. Menjünk inkább, és nézzük át a raktárakat. Simogasd Eir egóját. Hízzon a mája, ahelyett, hogy gyanakodna. Ebben te vagy a mester. Ugye szólsz nekünk, ha szükséged van valamire. Ami ezután jön,
Az már Tefó és Genghis dolga. Genghis lesz a kulcsfigura. Azt mondja, amíg ti a raktárba mentek, Eir embereit egy fél órára feltartóztatja. Fél órátok lesz cselekedni. Mögöttem gyertek. Rendben. Igen, Yusuf bátyám. Rendben, megmondom. Azt mondja, maradjatok az étteremben, figyeljétek Ramiszt. Átadhatom, ha akarod. Rendben. Ez lenne a terv. Ha működik, rajtad a sor, Tefó. Lesz útjavítás miatt. Hamza, első szanol, Hamza. Hayal gücünüzü kullanın. Adunk téged Genghisnek. Ő így tudja. Lesz Eirhez egy utolsó üzenetem. Útközben majd elmondom nektek. Akkor súgd a fülébe, amikor kileheli a lelkét. Úgy lesz, öreg. Ennyi? Aha. Még valami? Ellenőrizzétek, hogy minden a kocsiban van-e. A fegyverekkel kapcsolatos szerződés. Egy-egy darab a fegyverekből, a legritkábbak. Eir piszkos ügyei, képek, minden. Az elsőként érkező mentő, az első csapat, az első rendőrök. Mindannyian a mi kedves barátaink lesznek. Felső szinten minden a kezében lehet. De mi ezt a dolgot a lenti embereinkkel elintézzük. Sosem hittem, hogy ezt mondom. De imádom Genghis agyát. Ez meg ki? Halló? Én vagyok. Ramiz idejött. Mind összegyűltek. Boldogok? Mit látsz rajtuk? Boldognak tűnnek. Ezzel elmondta nekik a tervedet. Mindenki vidám. Még beszélgetnek. Ja, és... hát... Ki vele? Én most már kiszállok. Megtettem mindent, amit kértél. Kiszállok. Na, ne mondd. De igen. Csak így pikpak ki akarsz szállni. Igen. Igen, igen, kiszállok. Rendben. Igen. Figyelj, te fikkel akarok lenni, őt is viszem. És többet egyikőtök sem fog ugráltatni engem. Kiszállok. Jól van. Hogy jól van? Haló? Haló? Naív gyerek. Úgy tűnik bevették, azt hiszik, hogy elárultalak. Vegyük át újra. A készfogástól. Ali oda lesz, érted? Dicsérni fog. Csinálj úgy, mintha tetszene. Nem is rossz. Igazán nem rossz. Gratulálok, Genghis. Jól keverted a kártyát. Végül azt tűnik el, aki engem akar eltüntetni. Nagyon köszönöm. Ramiz.
jut eszembe, lenne még egy kérésem, Temus. Sok lesz már ebből. Nem. Ez munka és élvezet. Kenannal is beszélnünk kellene. Egy ideje semmit sem hallunk felőle. Te láttad? Kenan úr, vendége jött. Jöjjön. Isten hozott. Add ide. Majd én oda viszem. Ja, a kabátodat be akarom. Ezen. Biztos nem kellett volna Ishan ajánlatát elfogadni? Biztos vagyok benne, hogy nélküle csak jobban járunk. De még segíteni se tud. Ha odakint intézne valamit, az nem lehetne hasznos. Tefik, lehet, hogy ő a régi szerelmem. De azóta elárult. És az áruló áruló marad. Ezt megtanultuk, nem? Selçuk Baltacı, Engin Süzen, Tefik Sayın, kifeli. Nem maradsz magadra, ne félj. Ezúttal nem hagyunk ide bent. Te is gyere, Engin felügyelő vár. Mielőtt Szerkán parancsnok állapotáról kérdezne, 4 törött borda, 1 bevérzett szem, belső vérzés gyanúja, és néhány törött új. De nincs feljelentés, ugye? Amikor javasolta, egyből leállította magát. Közölte, hogy nem szükséges, igaz? Így is lett. Mit mondott neki? Neveket soroltam. Azokét, akiket idehozott és azzal a szatyorral halálra vert. Vagy ami még rosszabb, nyomorékká tett. Összegyűjtöttem mindent. És felhívtam erre a figyelmét. Megfenyegette. És még be is vallja. Ne aggódjon, nem lesz baja. Ő és a csatlósai nem végeztek velük fél munkát. Elintézték mindet, hogy azóta meg sem merjenek szólalni. Hiába néz így. Maga is tudja, hogy amikor Szerkán belép ide, nincs se hangfelvétel, se jegyzőkönyv. Csak hogy az ügyben nem illetékes. És én más vagyok. Lehet, hogy maga más. De ugyanúgy irányítják. Foglalkozzunk inkább magával. Tudja, hogy az új lenyomatnál 100%-os egyezése van szükség. A vádemeléshez közvetlen bizonyítékra, de a maga esetében ez csak időhúzás. Ahogy az álszent szöveg is, hogy az eltiportak mellett áll, vagy igazságtalanság történt. Mert maga egy gyilkos ember, amit be is val. És hamarabb, mint gondolná. Ömer egyik gyerekkori barátja. Mert ő véletlenségből lett később az üzlettársa, ugye? Ömer fiatalkori szerelme. Szintén a sorsfintora, hogy később újra egymásra találtak, igaz? A fogós Alival pedig még a mai napig együtt dolgoznak. Jöjjenek az áldozatok. Vele szintén együtt dolgozott. Eren Karácsán. Az árva fiú, akinek az apját a biztonsági őrt Ömer lelőtte. Öngyilkos lett. Fejbe lőtték. Elgázolták. Tegy el azt a képet! Túl sok ember hal meg maga körül. Akik Ömerhez köthetők. Ez is véletlen volna? Tudom, hogy maga intézte el őket.
Mutasd végre a valódi arcodat, Ömer! Téged is felhasználnak. Honnan vannak ezek a képek? Ha? Kitől érkezett a bejelentés? A feletteseid? Miért biztosítanak mindent ehhez a nyomozáshoz? És egyáltalán miért vettek újra elő egy régóta lezárt ügyet? Vald be, Ömer! Nem túl egyszerű minden, felügyelő úr. Azt mondod, te más rendőr vagy. Akkor tedd fel a kérdést. Nincs valami emögött. Nézd meg ezt a képet. Nézd meg! Bebizonyítom. Nem csak azt, hogy Ömer vagy. De minden bűnödet be fogom bizonyítani. És engem nem tudsz megállítani, Ömer? Egy kis dolgom, és gondoltam, megnézem az én engi barátomat. Megtisztel, főfelügyelő úr. Van valami fejlemény az Ömer Ucsár ügyben? Haladunk vele, uram. Miért? Átadhatjuk az ügyészségnek? Még félkész az anyag, uram. Jelenleg a bizonyítékok begyűjtése folyik. Rövidre kell zárni engin. Ezt az ügyészt hívja fel, és hivatkozzon rám. Uram, én úgy tudom, az ügyhöz már kirendeltek egy... Nem érdekes, vele előrébb juthatunk. Bármilyen engedélyre van szüksége, tőle azonnal megkapja. Szorít minket az idő. Értettem. Fel kell gyorsítanunk a nyomozást, Engin. Nincs valami adat vagy információ, amihez általa hozzáférhetne? Nos, ami azt illeti, lenne egy tippem. Egy Ömer Ucsár nevű férfi holttestét kellene exhumálni. Tefik? Hogy van a fiam? Várja, hogy Ali jöjjön. És eljön, he? Te mindannyiunknál jobban ismered Alit. Mit gondolsz, van arra esély, hogy visszajön? Néhányszor már feláldozta volna magát ezelért. Néhány ember számára a halál sokkal könnyebben elviselhető a börtönnél. Azad, neked sem mondott semmit, hogy hová ment, vagy hová készül, ugye? Nem. Akkor viszont nem jön el. Ahogy 10 éve elárulta őt, most is elárulja. Én eddig azt hittem, bátor gyerek, hogy olyan, mint én. De hát tévedtem. És már nem tudom még miben. Most hirtelen minden Ali bűne? Azt hiszed, olyan könnyű feladnia magát? Ezen miért adta oda Alinak a felvételt? Vagy te miért engedted? Azért adta oda, mert ezzel nem olyan, mint Ali. Ezzel, ha meghal, sem adja el a barátait, tudod? Ha meghal, akkor sem. Azért engedtem, mert... A felvétel ugyan bizonyíték lehet a tárgyaláson, de nem biztos, hogy elég. És akkor ezzel újra bent maradhat. Egyedül akkor úszhatja meg ezt, azt hiszem, ha a felvétel mellé jön egy vallomás is, azzal menthetik fel. Apa, 2 napja Alit még szinte fiadnak tekintetted. Most meg hirtelen kiesett a pixisből. Nem hagyom, hogy ezzel még egyszer börtönbe kerüljön, és befejeztem. Ali meg magasról le van ejtve? Ő már nem áll a védelmed alatt? Azad. Mi van? Mit akarsz? Te is kezded? Neked a legjobb barátod az az ember. Erre hirtelen ezzel mellé állsz. Én Ali bátyámat a földön mindenkinél jobban szeretem. Ezelnél is.
és apádnál is. Akkor meg... Ezt a rablást Ali követte el. Ő ölte meg azt az embert. Esküszöm, nem hiszem el, hogy komolyan beszéltek. Te egyáltalán nem öltél embert? Vagy az nem számít? Ja, ők ellenségek voltak. Azt nyugodtan lehet, ugye? Most mi a francért engem támadsz, mi? Ha rajtad múlna, te hagynád? Hagynád, hogy ezzel üljön oda bent 20 évet? Lelki ismeret furdalás nélkül? Ne, te fék! Szedd össze az embereket, és találjátok meg Alit. Bárhol is bujkál, találjátok meg, és hozzátok ide elém, eredj! Zonguldákban mikor megy legközelebb busz? Szia, életem, szerelme. Na ne. Kenannál voltál? Elég ramatyul nézel ki, nem volt jó a randi? Kösz, ez nagyon hiányzott így kora reggel. Ne fárasz, jó? Tűnj el innen. Figyelj, már én is tudom, hogy Kenannál meddig szabad elmenni, úgyhogy mostantól nem kockáztatok, hanem csendben lapítok. Komolyan? És mi lesz, ha mégsem lapítasz? Kedvesem... Lapítok, mert hiába építgetem a birodalmamat, ami mellesleg jól halad. Egyelőre semmi nem garantálja, hogy ki is élvezhetem. Vegyük csak sorba. Céget csináltam neked, pénzt adott, de nincs időm elkölteni. Eir helyére kerültem. Jobbról és balról is lesik az óhajomat. De ki sem mozdulhatok. Mit kezdjek egy ilyen hatalommal szerinted? Halvány gőzöm sincs arról, hogy mi van odakint. Egy tetves burokban élek, Eishan. Genghis, nagyon is jól állsz. És igenis van esélyed Kenan ellen, csak egyelőre. Apa, én vagyok az, hallasz? A te rakoncátlan fiad. Azad. Ő az édesapám. Apa, ő Azad. Keresnek téged, Ali. Apám parancsára. Az összes ember rád vadászik, és megtalálnak. Nem fognak. Nem tudnak. Vagy te megmondtad, hol vagyok? Dehogy mondtam, minek nézel? Igazad van, ezek... Úgy is megtalálnak. Mindenkit megtalálnak. Beindult a parasztvakítás. Hogy ezzel mennyire ártatlan? Hogy ezzel nem kerülhet újra börtönbe? Mert ezzel annyira rendes. Ezzel a derék, ezzel a bátor, ezzel a hős, ezzel. Mindenki vele foglalkozik. Ali meg már kit érdekel? Talán még téged. Igen, engem. Én gondolok rád. Próbálok megvédeni. Mert szeretlek. Látod, apa? Mégsem lettem olyan elveszett ebben az életben. Mert sikerült magamba bolondítanom egy ilyen lányt. Így van, Ali. Szerelmes vagyok beléd. És emiatt kell feladnod magad. Nem azért, mert ezzel érdekel, hanem mert szeretlek. Amikor elárultad a legjobb barátodat, akkor is szerettelek. Amikor neked más volt fontosabb, nekem csak te. Amikor hibáztál, megbántottál, még akkor is. Ha viszont képes vagy a legjobb barátodat, mindenki szeme láttára másodszor is börtönbe küldeni. Hogy tudnálak már szeretni? Hogy tudnék bízni benned? Nem akarlak elveszíteni, Ali. Egyszerűen tudom, hogyha ezt most nem teszed meg, te sem leszel boldog. Nem leszel az,
És én sem. Add fel magad, kérlek, majd találunk valami megoldást. Ne kövesd el ugyanazt a hibát. Hibát követek el ezzel, ugye, apa? Megint hülyeséget csinálok. Tudom, hogy sokat hibáztam, Azad. És sok mindenkit bántottam. Bár visszacsinálhatnám az egészet. Vagy csak azt a napot. Azt a napot, amikor az egész elkezdődött. Mikor ez lettem? Kinyírjalak, haver! Tudod, te kinek a környékén gizdázol? Öcsém, itt én vagyok a góri, nem ezek a kis pöcsök. Tűnj el a búzsba, vagy neked annyi. Húzz el, tipli! Menjünk mi is, Ali, kezdődik az évzáró. És aztán? Apád mit fog szólni? Ha megtudja, hogy már 2 éve kirúgtak. Semmit. Amúgy úton van, jövő héten jön haza, addig meg majd szerzek egy bizonyítványt. Azért ez elég genyúság vele szembe, haver. Csak téged tanított az öreg. Még jó, hogy a családod nem veszi észre, hogy kirúgtak a francba. Nekem te ne ugass! Hala? Lelőjelek, hülye gyerek! Kinyírjalak! Gyere már be te! Csak poénkodok. Na, vásszál! Ali vagyok. Tatár Ali. Ja, ez tényleg elég gáz. Milyen Ali legyek akkor? A hatalmas Liza kapitány fia. Milyen Ali legyek, mondd már. Basszus, ugye nem anyádék jöttek? Ne fossál már, azok falura mentek, későn jönnek. Bocsánatot kérni. Figyelsz, apa! A fegyvert a nagybátyám adta. Már vissza akartam adni, és esküszöm, vissza is vissza. Apa! Azért mentem el melózni a műhelybe, hogy legyen pénzünk. Ha te nem tudnál küldeni. És a suliba is visszamentem volna, ha már kicsit jobban el vagyunk, apa. Mindent helyre hozok. Méltó leszek hozzád, apa. Nem hozok rád szégyet. Esküszöm, nem lesz gond. Büszke leszel rám, apa. Nem én vagyok a te okos fiad, ha? Nem én vagyok a legkedvesebb fiad. Apa, nagyon sajnálom. Hallod? Rohadtul sajnálom, de nyisd meg ki, kérlek, és bocsáss meg. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, a rohadt életbe vár! Ne haragudj rám. Jóvá teszek. Minden jó lesz, apa. Büszke leszel rám. Még büszke leszel rám. Zonguldak 2011. Bocsáss meg, apa. Kérlek. Bocsáss meg. Ali, ne csináld. Értsd meg, fel kell adnod magad. Ali! Tefik, miért követtél? Ali, add azt ide. Szépen kérlek. Ali. A
Ott vagy, kihozták már? Ismételd hangosan, amiket mondok. Ölő, állj már meg, elszédültünk. Hogy megtaláltad? Most akkor megtaláltad, vagy elmenek? Honnan tudja? Őt ismerve a világ végére tetszik. Én mutassam be neked a fogósait. Na, hogy fegyvert fogod rá. Mondtam én, hogy hülye lesz ide jönni, nekem se jutna eszembe. Ezt magyaráztam. A csillagokat is lekönyörögheted. Ali magától nem fog ide jönni. Elnézést! Vigyenek Engin felügyelőhöz. Mondandóm van neki, az irodájában. Nem érti? Vigyen oda! Vagy most beszélek, vagy soha. Megtenné, hogy felhoz nekem egy teát? Engin felügyelőnél leszek. Gyerünk! Nyugodj meg! Ezeltől tartasz? Nem, az öregtől óckodom. Kezet fog fogni veled. Márpedig az az öreg, akit én ismerek, még a játék kedvéért sem tenne ilyet. Csengiz, mesélek neked valamit. Az öreg okos és bátor is, akár egy oroszlán. De végeredményben az oroszlán is csak egy vad a vadász számára. Ha egyszer ketrecbe zárod, majd elengeded, nem tud megélni szabadon. Csengiz, hidd el, nem ez lesz az első készfogásunk. Ezt nem értem. Amikor börtönbe juttattam, azt mondták, ez az ember nem beszél, nem törik meg. Én leültem vele szembe, felkapcsoltam a villanyt, és kezet nyújtottam. Erre ő? Megszorította a kezem. És közben zokogott, mint egy taknyos kölyök. Bátyám. Amit a minap mondtam neked. Öcsém, ha a fa egyszer megtörik, utána bárhogy támasztod is, nem lesz a régi, nem áll majd egyenesen. Kiről beszélsz? Kerem, Yusuf, legyőztek engem, kiütöttek, kitépték a gyökereimet. Miről beszélsz? Nézd, öcsém, a viharban a fa, ahogyan kifordul a földből, tudod? Ahogyan az égből lecsap a nagy fényesség, a hatalmas villám, élesen, cikázva. Pontosan a fa közepébe csap, az meg nagy recsegéssel, ropogással a földre zuhan. Engem is így taszítottak le, öcsém. Bátyám. A hatalmas Ramiz Karaheskit. Hányszor taszítottak le ezek az emberek? Amikor fel akartam emelni a fejemet, ütöttek, letaszítottak. Igazad van, sok volt az elszámolnivaló. Téged is erre használtalak, de higgy nekem. Higgy el nekem, nem a hatalomért, és nem is a pénzért. Csak is azért, hogy ma itt legyek. Hogy emelt fővel legyek itt. Csak de ember vadász, és préda is. Mindenki egyszerre gyenge és biva erős. És nem lehet tudni, mikor lesz egyikből a másik. Látják, minden rendben ment.
Egyesültek az erők. Na, Ramiz, mit mondasz? Bemet kínálom. Tudod, barátom, hogy a viharban hogyan recsegnek a fák, ha a villám beléjük csap? Ezt beszéltük meg. Hazudtál. Nem a megbeszéltek szerint csináltad. Te sem. Te Alit akartad. Tessék, itt van Ali. Gyere, gyere. Megfizetszem. Ramis, mit tettél? Tönkretetted az üzletet? Jól van, nyugalom. Valamikor ez a hely derék emberek tarts helye volt. Most viszont úgy látom, fosztogatókkal töltötted meg, testvérem. Te régen nem beszéltél túlságosan sokat. Ahogy elnézem, mostanra szinte fecsegő lettél. Akkor most menj szépen és beszélj velük. Mondd el mindenkinek, tudják meg, hogy Ramiz Karaeski eljött visszavenni a várost, Isztambult, aminek gondját kell viselnie. Ez az üzenet, megértetted? Halottak vagytok. Mind halottak vagytok. Hányadszorra? Neked ez lesz az első. Testvérem, menj, nézest meg a kezedet. Nehogy baja legyen. Fiam! Halottak! Halottak vagytok mind? Halottak! De! Halottak! Gyerünk rajta, mondd csak! Ne tartsd magadban, he? Most akkor mi van, öreg? Tudsz járni, vagy nem tudsz járni? Az is csak színjáték volt, vagy mi? Hogy csináltad? Mikor csináltad? Még tart a kezelése. Igazából még nem is lenne szabad felkelnie. Na és mióta? Jó régóta dolgozunk rajta, de ezt nem szabad senkinek tudnia. Ha az emberek erősnek látják apámat, akkor kicsit feszültek lesznek. De többet nem kezd föl, igaz, apa? Hallottad az orvost, különben hiába volt minden. Rendben, rendben, rendben. Én hősöm. Ő az én hősöm. Jó van. Most mi van? Semmi. Beszélnünk kellene. Hogy, tudsz olyat is? Mit mondtam neked? Ha előkerülnek a fegyverek, eltűnsz a színről. Ali! Ne, Alice! Ha nem hallgatsz rám, mi a fenének tépem a számat? Akkor ezen túl majd... Előkapják a fegyvert, a kisasszony meg ott ácsorog. És ha lelőttek volna? Vagy mi van, ha Gellert kap a golyó? Vagy talán vessem magam röptében az útjába, vagy mi? Te kis... Sok insan öldürdüm. Emir verdim, öldüler. Emir verdim, sürüldüler. Emir verdim, işlerinden, ailelerinden ayrıldılar. Tudod jól, hogy hazudtam neked. Én adtam ki a parancsot, hogy ezzel meghalljon. De azt nem tudtam, hogy mert fog oda menni. Vagy mondhatnám azt a Shebnem nevű lányt. Rászoktattam a kábítószerre, hogy a későbbiekben kémkedjen nekem. Azad meggyilkolását is én terveztem el, és adtam parancsba. A 8-asnak. Elsősorban azért jött, hogy megölje Ramizt. De képtelen volt rá.
Ezért begyógyszereztem, és én magam adtam át Ezelnek. Akkor téged még nem ismertelek. Csak Kajától kaptam rólad jelentéseket. Ugyanis közölte velem, hogy bizonyos emberek akadályokat gördíthetnek elém. Ezért találnom kellett egy gyenge pontot. Ami, mint kiderült, mindnyájunk számára az volt. És amit, ha eltüntetünk, megszűnik a közvetlen veszély. Mindenki, aki gátolhat a terveimben, letűnik a színről. Szóval, Kaja egy nap felhívott. Azzal, hogy megvan, aki kell. A leggyengébb láncszem. Kenan? Épp egy megbeszélésen voltam, máshol járt a fejem. Így az egyszerű kérdésre egyszerű választ adtam. Tegyétek, mondtam. Kenan! Másnap reggel én is az újságokból értesültem, amiket Kaja elém tett. Egy cikkből a harmadik oldalon. Titokzatos leszámolás a kávézóban. Azután megnéztem a képeket is. Kár érte, gondoltam, milyen szép lány volt. Majd pedig folytattam a reggelimet. Kardeşimin Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Olmadı. Bir daha. Kardeşimi öldürdüm. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezel değilsen öldür. Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Çünkü seni yaşatmanın tek yolu buydu. Kendini öldüreceğini beni öldür. Kendinden nefret edeceğini benden nefret et. Babanı özleyeceğini Bahar'ı özle. Babanı öldürdüğün için kendini öldüreceğini, Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Biliyor musun, ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi. İstedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen. Kardeşimi öldürdün. Seni seveceğimi mi zannediyorsun? Ha? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen, seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugünü hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ya öldür, ya seç. Kenan úr nem dolgozik ma is egész éjszaka, ugye? Próbálok rövid lenni. Sokat dolgoztál? Ezentúl akkor semmit nem kell. Unalmas volt velem? Mostantól nem lesz unalmas. Ha több pénz kell, vagy több izgalom, megkapod. Minden feltételed állom. Csak gyere vissza. Vissza kell jönnöd, gyerek. Tudom, hogy te is ezt akarod. A meló nagy részét megoldom. Ez eddig is megvolt. Mióta te elmentél, de a sikereket nem lehet egyedül kiélvezni. Ahhoz egy társ kell. Egy testvér, aki melletted van.
aki együtt örül veled. Van feltételem. Mondd. Inkább Selmának. Te is akarod, hogy visszajöjjek? Akkor válassz engem. Hogy tényleg? Nincs rám is, csak én. Honnan tudod, hogy... Mindent tudok. És ezt Ramiznak is elmondom. Ha úgy döntesz, Selma. Válasz engem. Szeress engem. Őszintén. Ne hazudj nekem többé erről. Ha nem vagy szerelmes, mondd azt. El fogom viselni. Fájni fog, de túlélem. Hogyha viszont hazudod a szerelmedet, az kibírhatatlan. Úgy én nem tudnék élni. Arra kérlek. Vagy itt helyben ölj meg. Vagy válassz engem. Olyat, amit gondolkodás nélkül elfogad. A tékozló fiú hazatért. Aileen, drága, tarts egy kis szünetet. Köszi. Te ennyire bírod, Kenant? Már azt hittem, valami fontos. Csak mondd meg. Vagy nem akarod tudni a titkomat? Mit bírnék már rajta, Jenkins? Ejsán, nyilván nem azt, ahogy búg neked, de például a hatalmát, a pénzét, olyannyi is van. Mi köze ennek a titkodhoz? Sok köze van hozzá. De ha már így kerülöd a témát, nyilvánvaló, hogy kedveled. Ne hülyéskedj már. Maximum ő engem. Én csak igyekszem jól kijönni vele. Neki köszönhetően kezdünk új életet. Célszerű vele jóban lenni, nem? Pont azért kérdezem, mert mostantól nem lesz rá szükség. Ha készen állsz, elmondom. Yusufot és Kenant is elintézem. Aztán enyém lesz az egész birodalom. Ez lenne a nagy titok. Még most is meg tudsz nevettetni. Akkor kellemes elintézést, nekem dolgom van. Várj már, még nincs vége. Elmondom, hogy áll a terv. Jenkins, ne csinálj magadból bolondot. Kenan birkáról beszélünk. Tisztában vagyok vele. Figyelj, elég régóta rajta vagyok az ügyön. Minden tökéletesen elterveztem. Ennyire ismerhetnél már. Csak annyit kéne tudnom. Ha itt egyszer megindul a lavina, te hol foglalsz majd helyet? Számíthatok rá, hogy mellettem, vagy pedig Kenan oldalán? Bizonyítsd be. Mutasd meg, hogy le tudod győzni Kenant. Bizonyítsd be, és akkor melléd állok. És hogy bizonyítsam? Valahogy. Mindent kiterveltél, nem igaz? Nem okozhat gondot. Viszont... ha ezt komoly picit segítek neked, egy tanáccsal arra, hogyan győzd le. Thank you.
mielőtt szembeszállnál vele. Állj mellé. Hízelegjek, ahogy te csinálod. Égáldjon, Jengis. Jó, már. Figyellek. Ő a legmagányosabb ember, akit valaha láttam. Kerülj közel hozzá, járj a kedvében. Szabadíts meg valami gondjától, tudom is én, old meg helyette az egyik ügyét. Lobd be magad a szívébe. Azzal beljebb leszel. Ja? És szólítsd úgy, hogy Kenan! Egyenesen imádni fog. Jenkins úr. Elintézted? Sajnos nem. Meglógott. Gratulálok. Ezért hívtál? A többiek is a nyomában vannak. Valószínűleg lebukott. A francba! Na jó, figyelj. Nem érdekel hogyan, vagy milyen módszerekkel. De mindenképpen Aliék előtt találd meg, hallod? Sebnem! Nyugi, én vagyok az! Valószínűleg nyugodt a csaj. Mert nincs itt. Vagy találkoznatok kellett volna? Sebnem! Hol van? Mit tettél? Talán előbb engedd le azt a fegyvert. Menj el innen, Ali. Nagyon gyorsan. Te fú! Azt hiszed, nem tudom, miért jöttél? Nem ugyanabban a szakmában vagyunk. Tudom, mit akarsz. Te fú! Nézd csak az ágyra. Azok ott Ömer iratai. Mindent begyűjtött róla. Ali, menj el innen, mielőtt bajod lesz. Nem mondom még egyszer. Azt, hogy ezzel valójában Ömer. Seb nem mondta el Kenannak. Tessék, nézd meg az időpontokat. Bizony. Bahar. Ezel és Bahar. Ali és Bahar. Olvassam neked? Mi? Olvassam? Tessék egy jegyzet. Bahar. Egyértelműen Ezel és Ali közös gyenge pontja. Ez a nő mondta Bahart. Ő tette rá a céltáblát. Nem igaz. Nem igaz! De az! Mondjam tovább! Itt van! Tessék! Mert! Jan! Mindenki, Tefo, mindenki! A nő hülyére vett minket! Nem igaz! Én ismerem Sebnemet, nem olyan! Ismered? Szóval ismered! Nesze! Ezt is tudtad róla? Régi dolog. Leállt vele. Egy nagy szart állt le. Nem látsz a szemedtől? Ide jött belőni magát, te szerencsétlen. Ennek a nőnek az agyában ezen kívül más nincs is, Tefo. Ismered mi? Ha? Fogd, itt van. Nézd meg. Tessék. Te raktad oda, Ali. Ezzel mondta, te pedig ide hoztad. Te megzakantál, haver. Minek tennék ilyet? Hogy felhasználjatok! Hogy fegyvert adjatok a kezembe, és felhasználjatok ellene. De nem teszem meg. Még egyszer nem teszem meg! Jaj, te fogám. Fogalmam sincs róla, mik ezek. Etrafınızda kár közülüyor. Kamil öldü. Bahar öldü. Elime silah verdin, Eren'e ateş et dedin. Demedim lan ben öyle bir şey. Dediniz, kafamın içinde dediniz. Ateş et dedin, ateş et dediniz.
Dedin! Dediniz! Sadakat dediniz! Namus dediniz! Ne anlarım lan ben onlardan? Én csak próbálok helyesen cselekedni. Jól tenni a dolgom. Most pedig szeretem ezt a lányt, ami helyes dolog. Még akkor is, ha ti azt mondjátok, hogy ne tegyem ezt. Yapma. Yapma diyor. O senin kardeşin diyor. Őt nem akarom soha bántani. Tessék, vedd el. Ateşet. 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 İnkább törőle engem, Ali bátyám. Lövőle a francba, nem akarom ezt tovább csinálni. Lövőj meg, szabadíts meg ettől egy életre, Ali bátyám. Én már nem akarok senkit sem bántani, nem akarom. Jól van, nyugodj meg. Nyugodj meg, Teffo. Jól van. Jól van, nincs semmi baj. Nyugodj meg. Ezeltől tartasz? Nem, az öregtől óckodom. Kezet fog fogni veled. Már pedig az az öreg, akit én ismerek, még a játék kedvéért sem tenne ilyet. Gengis, mesélek neked valamit. Az öreg okos és bátor is, akár egy oroszlán. De végeredményben az oroszlán is csak egy vada vadász számára. Ha egyszer ketrecbe zárod, majd elengeded, nem tud megélni szabadon. Gengis, hidd el, nem ez lesz az első készfogásunk. Ezt nem értem. Amikor börtönbe juttattam, azt mondták, ez az ember nem beszél, nem törik meg. Én leültem vele szembe, felkapcsoltam a villanyt, és kezet nyújtottam. Erre ő? Megszorította a kezem. És közben zokogott, mint egy taknyos kölyök. Bátyám, amit a minap mondtam neked. Öcsém, ha a fa egyszer megtörik, utána bárhogy támasztod is, nem lesz a régi, nem áll majd egyenesen. Kiről beszélsz? Kerem, Yusuf, legyőztek engem, kiütöttek. Kitépték a gyökereimet. Miről beszélsz? Nézd, öcsém! A viharban a fa, ahogyan kifordul a földből, tudod? Ahogyan az égből lecsap a nagy fényesség. A hatalmas villám, élesen, cikázva. Pontosan a fa közepébe csap. Az meg nagy recsegéssel, ropogással a földre zuhan. Engem is így taszítottak le, öcsém. Bátyám. A hatalmas Ramiz Karaheskit. Hányszor taszítottak le ezek az emberek? Amikor fel akartam emelni a fejemet, ütöttek. Letaszítottak. Igazad van. Sok volt az elszámolnivaló. Téged is erre használtalak, de higgy el nekem, nem a hatalomért, és nem is a pénzért. Csak is azért, hogy ma itt legyek, hogy emelt fővel legyek itt. Csakden ember vadász és préda is. Mindenki egyszerre gyenge és bivaj erős. És nem lehet tudni, mikor lesz egyikből a másik. Látják, minden rendben ment. Egyesültek az erők. Na, Ramiz, mit mondasz? Nemet kínálom. Tudod, barátom, hogy a viharban hogyan recsegnek a fák, ha a villám beléjük csap? Thank you.
Hát így. De mi nem ezt? Tudom, hogy nem ezt beszéltük meg. Hazudtál. Nem a megbeszéltek szerint csináltad. Te sem. Te Alit akartad. Tessék, itt van Ali. Gyere. Gyere. Megfizetszem. Ramis, mit tettél? Tönkretetted az üzletet? Jól van, nyugalom. Valamikor ez a hely derék emberek tarts helye volt. Most viszont úgy látom, fosztogatókkal töltötted meg, testvérem. Te régen nem beszéltél túlságosan sokat. Ahogy elnézem, mostanra szinte fecsegő lettél. Akkor most menj szépen és beszélj velük. Mondd el mindenkinek, tudják meg, hogy Ramis Karaeski eljött visszavenni a várost, Isztambult, aminek gondját kell viselnie. Ez az üzenet, megértetted? Halottak vagytok. Mind halottak vagytok. Hányadszorra? Neked ez lesz az első. Testvérem, menj, nézest meg a kezedet. Nehogy baja legyen. Fiam! Halottak! Halottak vagytok mind? Halottak! De! Halottak! Gyerünk rajta, mondd csak! Ne tartsd magadban, ha? Most akkor mi van, öreg? Tudsz járni, vagy nem tudsz járni? Az is csak színjáték volt, vagy mi? Hogy csináltad? Mikor csináltad? Még tart a kezelése. Igazából még nem is lenne szabad felkelnie. Na és mióta? Jó régóta dolgozunk rajta, de ezt nem szabad senkinek tudnia. Ha az emberek erősnek látják apámat, akkor kicsit feszültek lesznek. De többet nem kezd föl, igaz, apa? Hallottad az orvost, különben hiába volt minden. Rendben, rendben, rendben. Én hősöm. Ő az én hősöm. Jó van, jó van, jó. Most mi van? Semmi. Beszélnünk kellene. Hogyhogy, tudsz olyat is? Mit mondtam neked? Ha előkerülnek a fegyverek, eltűnsz a színről. Ali! Ne, Alice! Ha nem hallgatsz rám, mi a fenének tépem a számat? Akkor ezen túl majd... Előkapják a fegyvert, a kisasszony meg ott ácsorog. És ha lelőttek volna? Vagy mi van, ha Gellert kap a golyó? Vagy talán vessem magam röptében az útjába, vagy mi? Te kis Amazon. Hogy érted? Tudod te az, Django. Éltessük. Még hasznunkra lehet. Szeretném ezt látni is végre. Hívd fel. Minek kérdezzem meg, hogy aludt? Csak úgy általában, hogy mi van az üsfusban. Várj, ezen hívd. Ha csak jeget raksz bele, akkor is töröld át. Haló. Mikor menjek? Van még valami, amit tudnom kéne? Az a cím a dossziéban. Ennek az ömernek a címe. Sűrűn jár arra? John is ott van. A fiam. Nem ismered a saját életedet, Django. Ő nem a te fiad. Ez elé. Báde, tessék, bevisz téged a bárba, jó? Nekem még el kell ugranom valahová. De minek menjek? Még nem kezdődik a műszakom. Itt úgyis csak unnád magad, igaz? Ahogy lehet, jövök én is. Jó.
zavartasd magad, Cengiz! Nem kell jönni! Fél perc és itt sem vagyok. Azt kérdezed, hová? A szerelmemhez. Azt hittem, Cengiz. Ki enged? Előbb még érdekelne, ki az a nagy szerelem. A fiam. Most pedig, ha megengedi, várnak rám. Mi sem szívesen választanánk el a fiától. Tessék! Nem hozzá készül? Készülnék, ha hagyná. Akkor siessen, nehogy elkéssen. Ha ez valahogy balesetnek tűnne, a régi házakban felrobbannak a gázpalackok, és olyan szép nagy károkat tudnak okozni. Igen, így a legtisztább. Anayla oğlu ayırmaktansa, böylesi daha iyi. Ne csináld, engedjetek innen! És őket ne bántsd! Micsoda véletlen. Most nézem, hogy ugyanaznap Tarabba csinál, egy bárban csúnya lövöldözés lesz. Éppen a választások előtt. Aztán onnan nem messze megtalálják egy fiatal férfi holttestét. Az üzletember Cengiz Atayét. Nem, mintha nem szeretnélek. De Kenan miatt muszáj. Ahogy mindig, ilyenkor elmegyek a nyaralomba lomtalanítani. Így szabadulok meg tőletek is. Köszönöm. Mi köszönjük? Ráfért már, hogy ellenőrizzék. Sikerült? És ne tessék elfelejteni, most még maradjon így. Majd valamikor este fele kapcsolják be a cirkót. Figyelünk rá, köszönöm. Figyelj, még így is van két órám, pont el tudnék intézni valamit. Úgy volt, hogy megnézzük a koktélokat. Most már maradj, jó? Mi újság? Semmi. Jó reggelt. Egész jó. Bade hol van, nem láttad? Nem, nem figyeltem. Tefik! Meg fognak minket támadni. Mi? Meg akarják támadni a helyet. Ezt megint honnan veszed? Tudom. Már el is indultak ide. Esküszöm neked.
Szeretném megköszönni Meliha nénének, hogy néhány napra idejöhettem magukhoz. Jan, lassan kész konyhatündér leszel, mi? Ó, nagyon ügyes, mert nem is kellett mutatni. Jan, Meliha néni. A nagyapával megcsináltunk egy dobozt. Megmutassam? Mert nagypapádnak hívod Mintász bácsit. Ő kért rá. Azért, mert eddig Mintász bácsinak hívtam, de azt nem szerette. Nagypapa? Én még ezt nem is hallottam. Mit jelent ez, mert? John! Pszt, néha összekever minket. Hagyjad. Most figyelj. De kis hamiskölyök. Nincs meleg víz, Meliha néni, nem jó a cirkó? De most voltak itt a szerelők, és azt mondták, csak este felé kapcsoljuk be a cirkót. Nem kell, bekapcsolom én, hol van? Megmutassam! Senkit nem engednek meg hozzá. Olyan nincs, Steffi. Maradjatok itt! Dehogy maradunk, ne menjünk valahol hátul. Gyere, Jacko! Gyere! Nyolcas, meg vagyok, jöhetsz. Leállítottuk. Elhúzott, ugye? Ne hidd, hogy miattunk. Ő miatta.
mostantól nem variálunk. És szerintem jó is lesz a tervem. Csak akkor hallgassátok végig, először is. Én valahogy lecserkészem a tagot. Már itt megbukott a dolog, Ali. Hogy akarsz bejutni a Genon házba? Ezzel? Remek. Meg se szólaljak, mert én vagyok a vészvadár, ugye? Nem baj, akkor is elmondom. Kb. 90%, hogy apád nem éli meg a holnapot. Állj le, Jenkins. És nem azért mondom, mert annyira szeretném, vagy mert akkora szemét lennék. Csak egyszerűen így állunk, ez a helyzet sajnos. Akkor talán elismerhetsz, Jenkins. Nem tartunk fel. És nem csak őt veszíthetjük el, hanem Ömert is. Ő ugyanis tényleg mindent meg fog tenni, hogy ne így legyen. Csak éppen nem sok értelme van megmenteni egy embert, aki már amúgy is halott. Vagy van? Hm? Érdemes? Egyszerűen erősebbek nálunk. Fogadjuk el. Igaza van. Az a gyerek sokkal erősebb. És nem is tudjuk legyőzni. Mi biztosan nem. Hozzászokva, hogy bárki szembe jöhet velem ebben a házban. Ha zavarom, akkor már itt sem vagyok. Nem, dehogyis. Engem csak azok zavarnak, akik hamis érdeklődést mutatnak. Tessék! Elisán, ne udvariaskodjunk, inkább elmondom, amit tudni szeretne. Hogy megtettem-e, hogy Ramiz meghalt-e. Mert valójában csak ez érdekli, nem igaz? Az nem is érdekelhet maga, hogy van? Ma ezzel is megjelent a kórházban. És kialakult ott egy valószínűleg halálos vita. Na látja, ebben a pillantásban most ott van, ami igazából érdekli önt. Ezzellel történt valami? Senkivel nem történt semmi esem. Mindenki nagyon jól van. Lehet, hogy meg kellene fogadnunk a tanácsát. És megölelni egymást. Igaz, hogy tönkretették az életünket, megölték a testvérünket folyamatosan. Köszös dolga van önnel. Genan úr, ne tegye le. A fiam miatt kerestem. John is ott van. Nézze, én tényleg csak őt szeretném látni. Ha 5 percre is, de kérem, tegye nekem lehetővé. Megteszek érte bármit. Maga ide nem jöhet. De mi esetleg elmehetünk oda, ahol ön van. Szeretnéd látni az édesapád? Jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg a hívását később. John, gyere ide! Elsem. Tartozom önnek egy bocsánatkéréssel. És a kis barátunknak is. Mert nem veszi fel a telefonját? Előbb meghallgatom őt. A mai egy kicsit viharos nap volt, és bántó, hogy viselkedtem, ezért, ha megengedi, elvinném Jant a parkba. Neki is jót tenne. Szeretném, ha látna, hogy Kenan Birka nem egy vadállat, ugye nem bánt?
Kérem, Eshan. Menjünk akkor. Eshan? Jól vagy? Igen. De még nincs vége a napnak. És sajnos nagyon is benne van, hogy valami rossz dolog történik. Veled biztos nem, ne aggódj. Nem is magamról beszélek. Valakiről, aki nálad is, nálam is, a szerelmünknél, a gyűlöletünknél mindennél fontosabb, Eshan. Kire gondolsz? A fiamra. A fiunkra. Tudom, hogy az én fiam. De ezt neki nem mondhatod el. Miért nem? Mert ha megtudja, akkor az anyját és az apját is meggyűlöli egyszerre. Még ha most... ellenségek is vagyunk. Erre valami megoldást kell találnunk. Benne vagy? Mondjuk. Miért kell mindig velem lenned? Hogy megvédj? Akkor, hogy ezzel véd meg? Kösz, hogy válaszolsz. Akkor csak tömd a fejed. Nekem úgyis más dolgom van, úgyhogy mentem. Tudom, hogy te egy szabad lelkű, öntörvényű, laza kiscsajnak képzeled magad. És? Hát ma nem leszel.